Sziasztok! Köszöntelek titeket! Újra itt a Giga Virág Szerencsi csatornámon. Alex vagyok, a videók készítője. Sziasztok! A mai challenge-ünk nem más, mint egy fél kilós buci kenyér, megtöltve minden földi jóval, felvágott a tojással, pirított hagymával, jó sok reszelt sajttal, és mindez összesütve 180 fokos sütőben, úgyhogy nagyon-nagyon finom lesz ez a mai challenge videó. Tartsatok velünk, és nézzük meg, hogy hogyan fog alakulni ez az újabb Extreme Challenge, illetve még lesz mellé 1,25 liternyi málna szörp is, tehát az össúly az olyan 2,25 kiló lesz, amikor az össz mindent beleszámolunk, hiszen a szendvics az 1 kiló, illetve az üdítő az pedig 1,25 kiló, vagyis így 2,25 kilóra jön ki a mai challenge-ünknek az össztömege. Jó szórakozást kívánok nektek ehhez az újabb Extreme Challenge videóhoz, és ne feledjétek, hogy ha ki szeretnétek próbálni, ne challenge-ben tegyétek, hanem csak szép lassan ízlelgetve fogyasszátok el ezt a nagyon finom mindennel megrakott szendvicset. És jó szórakozást kívánok a videóhoz, én Alex voltam. Egy buci kenyeret megskalpoltam, kiszedtem a belsejét, és megtöltöttem tojásokkal, láthatjátok, első körben tesszük bele az egész tojásokat, szám szerint 4 darabot egészben. Majd utána jön a zsíron, a sertés zsíron lepirított vöröshagyma, ami enyhén van megpirítva, megfonyasztva zsírjával együtt, hiszen ez adja a szendvicsünknek a szaftosságát. Látjátok? Így szépen elterítjük, és a maradék zsírt beleöntjük szépen. Majd megsózzuk. Borsozzuk, és a felvágottat ólóval vékony csíkokra vágjuk, és azt oszlatjuk el benne egyenletesen. Szépen. Úgyhogy mindenhová jusson, egyenletesen a szendvics belsejében. Így. Amikor elrendeztük, akkor a maradék egy tojást azt pedig felhabosítjuk, és azt öntjük az egésznek a tetejére, hogy szépen össze tudjon sülni a végén. És végül csípős paprikával kirakjuk a tetejét, hogy jó ízt adjon az egész szendvicsünknek. Látjátok itt szépen. És ezek után jó bőven megszórjuk reszelt sajttal, hogy szép aranybarnára sülhessen a teteje, és isteni finom legyen a végeredmény. Szuper! Már most szuperül néz ki, pedig még be sem került a sütőbe. Látjátok? Isteni. És már sütjük is. 180 fokon, 20 perc. Sziasztok, Alex vagyok a Giga Virág Szerencsi csatornáról. Itt vagyok egy újabb Extreme Challenge videóban, méghozzá ezt a gigászi, mindennel megrakott kenyeret fogom elfogyasztani, meg van töltve tojással, sonkával, pirított hagymával, jó sok reszelt sajttal, tehát isteni finom lesz, és még van benne csípős paprika is, tehát ezt fogom a mai videóban elfogyasztani, ebből az 1,25 liternyi málna szörpben, és most ez lesz a mai videónk fő attrakciója, tartsatok velünk, és nézzük meg, hogy hogyan fog alakulni ez az újabb Extreme Challenge. Hamarosan indítjuk az órát. És akkor most indítjuk az órát, és megnézzük, hogy hogyan fog alakulni ez az újabb Extreme Challenge. 3, 2, 1.
Isteni finom. Látjátok, meg van töltve mindenféle finomsággal. Isteni. Többet. Három harminc. Csodálatos a belseje. Négy harminc. Öt.
Hat. Szuper! A 743. Szuper! Egy újabb sikeres Extreme Challenge videó, itt a Giga Virág Szerencsi csatornán. 7 perc 43 másodperc alatt ez a gigászi Extreme, minden finomsággal, teristele szendvics. Szuper! Hát ez nagyon finom volt. Tehát ez az 1 kilós gigászi szendvics szörnyet 7 perc, 43 másodperc alatt sikerült legyűrni, ami szerintem egy nagyon-nagyon szuper idő, méghozzá az 1,25 liternyi málna üdítővel, tehát ez nagyon-nagyon szuper, tehát így az összkilogramm az 2,25 kiló az üdítővel együtt, tehát ez egy rekordidő, 7 perc, 43 másodperc, és egy újabb sikeres Extreme Challenge itt a Giga Virág Szerencsi csatornán. Kövessétek a Giga Virág Szerencsi csatornánkat, hogy ne maradjatok el a legfrissebb videóinkról, illetve iratkozzatok fel a legfrissebb videóinkról, hogy elsőként értesülhessetek, és várunk minden kedves követőnket a tagjaink közé, hiszen hálásak vagyunk azért, hogy ennyien követitek a Giga Virág Szerencsi csatornát, és jó szórakozást kívánok nektek ehhez az újabb Extreme Challenge videóhoz. Challenge-ben gazdag napot kívánok nektek, én Alex voltam, találkozunk egy újabb Extreme Challenge videóban, sziasztok!